Sziasztok, Bertin vagyok, és üdvözlök mindenkit egy újabb YouTube videóban. Már kicsit régen volt, de át kell tekintenünk, mi történt a piacon, és rengeteg mindenről fogunk ma beszélni. Először kicsit szeretnék mesélni a saját akkuntomról, talán még ez is érdekel valakit. Jelenleg már léptük a 9 milliót transfer profitba. Elég jól haladunk, meg vagyok elégedve magammal. Liquid coinunk az olyan 4,2 körül van, hogyha tippel nem kellene. Ugye ma Revard nap van, úgyhogy ilyenkor mi az, ami a legjobban megy? Látjátok, fontosnak az eladások, Kemstar forgatás, rengeteg kártyát forgatok, többfélét, nem kell aggódni, mindent is veszek. És ezt fogom csinálni igazából most csütörtöktől vasárnapig, Iconoc plusz Kemstar flip, mivel amit megfigyeltem a piacon eddig, jelenleg hétfőtől szerdáig kicsit lassabb a piac, és sütörtöktől vasárnap nagyon él például a Kemstar forgatás, az Icon Trade, igazából minden módszer, amiről beszéltem már a videóban, minden nagyon jól működik csütörtöktől vasárnapig. Hétfőtől szerdáig is működik, csak egy kicsit lassabb. Fel kell készülnöd, hogy nem fogsz annyi coint keresni hétfőtől szerdáig, de ugyanúgy lehetséges. Miért van ez? Miért ennyire él a piac a hétvégén? Tavaly pont fordítva volt. Piac nagyon él a hétvégén, mivel mindenki megkapja a weekend idevágyát azonnal, és egyben egy hatalmas coin mennyiség érkezik az emberekhez, így. És egyszerre vannak emberek, akik eladják a csapatot, és egyszerre, és ugyanúgy vannak, akik vesznek is. Ezért hatalmas ingázások vannak a kártyákon, és nagyon jól lehet ezeken zsetont keresni. Jelenleg én azt mondom, hogy pénteken, mondjuk, hogyha veszel a csapatot weekendig, de az nem rossz, és vasárnap el tud adni profitba. Jelenleg ez a trend, de ez nyilván egy promó bármi befolyásolhatja. Úgyhogy jelenleg, amit ajánlanék a piacon, Kemstar Trade-del is nagyon működik, Icon Trade-ről fog jönni videóm jövő héten, plusz a Vanstovacsoknak a befektetése általában, arról meg holnap vagy hónap után fog jönni videó, aminek nagyon a lényege, hogy mondjuk pénteken, holnap promónál nem lesz rossz ránézni egy-két Vanstovacsra, mint például egy Malen, és majd a meccs előtt eladni, általában ezek a kártyák elég szépen emelkednek a hype-ba, de mindig a hype-ba adunk el, mert nem fogadunk, ez nem a fogadástól szól, hanem ténylegesen használni. Ténylegesen csak szeretnénk zsetont keresni ezen a kártyán. Ne fogadj vele, légy szíves. És van még néhány téma, amiről szeretnék beszélni. Az egyik a fodder, ami nagyon fontos beszélni róla, mert hát kijött a Ronaldo SBC, és rengeteg helyen láttam, hogy miért nem emelkedik, mi történt, stb. Nem tudom, úgy emlékszem, hogy volt itthon egy valaki, aki mondta, hogy nem lesz semmi a fodderra, nem tudom ki volt. Miért, és miért nem fog a következő időkben sem emelkedni? Az EA mindig úgy csinálja, hogy ad egy, általában egy nagyobb SBC, ami meghatározza a foddernek az alap árát. Ez jelenleg a Ronaldo SBC, ugyanúgy a Koulibaly Player of the Month-tal, ugyanúgy egy Koulibaly meg Ronaldo bőven elég kettő példának, mert például Koulibaly is jelenleg, mindjárt látjuk, ja, Koulibaly is jelenleg 170k. Most képzeld el, hogyha mondjuk a fodder másfélszeresére nő. Ez a Koulibaly, akkor lenne egy, hát majd közelíteni, Xbox-on már közelítene a 300k-hoz, mint egy SBC. Ki fogja akkor megcsinálni? Hogy csak másfélszeresére nőne minden fodderrel, szóval mondjuk abban, hogy 8 és elmenne 3000-re, 4500-re, még csak egy 1000-es keresnél per kártya. Akkor is ez a Ronaldo már 3 millió fölött lenne. Egyszerűen nem repítheti föl az árakat, az IE nem teheti meg, mert akkor az SBC, amik jelenleg kín vannak, nem tudják az emberek megcsinálni. Úgyhogy a fodder az még valószínűleg nem fog nagyon emelkedni október 22-ig. Ezzel számoljatok mindenképp. És akkor még van egy, amit akartam beszélni, amiről tudom, hogy már jó páran gondolom figyeltétek. A Team of the Week játékosokkal a traderés nagyon jól megy, és rengeteget emelkednek out of pack. Miért van ez? Miért van, hogy a Team of the Week-ek emelkednek, és a gold kártyák meg nem? Nagyon egyszerű. A gold kártyák egyszerűen folyamatosan nyitják, és akkor annyira magas százalék a pack rate, hogy egyszerűen nem tudja elviselni azt, hogy folyamatosan nyitják őket. De viszont látjátok, hogy mit történik a gold kártyákkal is? Amin nincsen annyira kínálat, egyszerűen, hogy van több coinja az embereknek, ugranak vissza. Mondjuk egy Dembélé tökéletes példa. Látszik, hogyha nem lenne ennyire egyszerű kinyitni, akkor most simán lenne potenciál benne, hogy emelkedjen. Most is megnézem mondjuk Xboxon. Itt volt még teljesen eltemetve kínálattal, most Vanstovacs 2, annyira nem jutottak az emberek már pekeket, plusz mindenki megkapta a weekendi coinját, és folyamatosan emelkedik gyönyörűen. Most is egy kicsi, most megint volt egy kicsi pánik ugye a promó előtt, megnyitják, és már megint egy picit olcsóbb. Goldok nagyon nehezen szerednek vele, de az Team of the Week-ek nagyon olcsók lesznek, mert rengeteget kinyitják őket, de utána nem nyitják őket, és szépen ugyanúgy az embereknek kell a csapatukba, és gyönyörűen emelkednek, mint egy Nkunku például, vagy nézzünk meg. Bedell a tökéletes példa, Bedell a fölment 75-ről, most már jelenleg 130-at közelíti.
Úgyhogy ezek a Timold Weekek szerintem nagyon jó befektetések lesznek. Például az Akadé az annyira nem, de az Akadé is egész jó teljesítő, is mondjuk egy 45-től 60k körül van, teljesen korrekt. És van például a Premier League, az mindig jól teljesít, Gabriel Jesus 150-ről már 200-at közelíti. És nyilván a legjobban azok teljesítenek, akik ritkák a pozíciójukban. Szóval például Jesus Navas jelenleg volt 30, ez 36k hadugság, melyen 33 ért könnyedén vehető volt Xboxon, és most már közelíti a 67 ezeket. Úgyhogy ezek a témadőikek valószínűleg minden héten el lehet játszani velük, viszont egyre több ember rajta lesz, úgyhogy lehet, hogy nem lesz akkor profitod, ez az egyik. A másik meg, hogy amiatt is kell aggódni, mondjuk most van egy Road to the Final, vagy nem Road to the Final, Road to the Knockout, azt hiszem az lesz a promónak a neve, igazából gondolom, hogy az lesz, mint a Road to the Final, csak annak, amíg az Knockoutig fognak menni az eurodédek, nem tudom, hogy ez így, hogy akarja megcsinálni, de legalább valami új promó. És ugye arra kell figyelni, hogy ezek a, hogy lehet, hogy nem szerdán lesz alacsony pont, mert ugye ezek hozhatnak akár egy kis árkorrekciót a piacra, úgyhogy lehet, hogy vasárnap lesz a legalacsonyabb áruk, de hogyha biztonságos akarsz lenni, akkor sem adasz le semmiről, hogyha vasárnap veszel, squad battle-re vadnál, vagy vasárnap este, még akkor is egész jó átba veszed, és még az is, az meg még biztonságosabb, mint hogy a szombaton veszed, mert eddig a szombat volt a legalacsonyabb pont. És ugye akkor ott a knockout lesz a következő promó. Mi az, amit tudsz csinálni a piacon? Én, amit fogok csinálni, egy-kettő Advanced Watch kártyára, csinálj meg a saját research-edet, nézd meg, ki játszik szombaton, ki játszik vasárnap. Azt mondom, aki szombaton játszik, abból van olyan Advanced Watch, abból vehetsz egyet-kettőt, pénteken este hét után nézzél árakat, és valószínűleg alacsony árakat fogsz látni. Ezen kívül, hogyha van sok coinod, most már azt mondom, lassan elkezdhetünk, még most se vennék, de hogyha rengeteg plusz coinod van, egy klubfeltöltés nyomhatsz a Fodderre. És ugye folyamatosan Kemstar forgatás, mindig péntek este hét előtt legyél teljesen liquid, én azt ajánlom, ne tartsál semmit. Hiszen este hét után lesz lehetőséget csapatot is venni, trédelni is, ikonok plusz Kemstar forgatás, én ezt ajánlom a leginkább. Hogyha még nem vagy tapasztalt, Kemstar forgatás, csak simán csináltad a coint, én is már mai napot, még semmi nem csináltam, csak Kemstar flippeltem, és 8,8 volt a transfer profit, amikor fölkeltem, na most 9.050.000, szóval akkor ilyen 250.000. Kb. Mindegyiken többet kerestem, mint annyi a tax volt, úgyhogy egy ilyen 150.000 szerintem megkerestem már ma. Úgyhogy, és én ezt fogom folyamatosan csinálni a hétvégén is, coinom egy részével ikont trédelek, másik részével Kemstar forgatok folyamatosan, és lesz egy kicsi, egy kis 500k-s csapattal fogunk weekendigázni. Múlt héten rank 2 sikerült, talán ezen a héten meg lesz a rank 1, majd meglátjuk. És lényegében ennyi, így néz ki a piac jelenleg, majd mostanában még gyakrabban fognak jönni a videók. És köszönöm szépen, hogyha megnézted, lájkolj és iratkozz föl, és találkozunk a következőben. Sziasztok!